Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Bizonyára emlékeznek arra, hogy egy héttel ezelőtt egy sorozat indult itt a Fehérvár televízióban, Gulag, amiről tilos volt beszélni címmel. Ezúttal is Sinka Jenő a stúdiónk vendége, akivel folytatódik a sorozatunk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Gulag. Néhány bevezető gondolat, akik most csatlakoznának. Nem egy gyakori megfogalmazás. Glavnoje upravlenie lagerej. Hát ez nem káromkodás, oroszul mondtam. Azt mondja, hogy a lágerek főhatóság. A láger az a tábor, ahol ezeket az embereket politikai rabként foglalkoztatták, és több mint 8 évet eltöltöttek. Ezeknek nagy mennyiségű lágerei voltak a Szovjetunió területén, és hát ez a több mint 40 ezer láger volt. Ezeket ellenőrizték, ellátták őket munkával, bőven volt, és hát valamilyen élelemmel is, hogy kibírják ezeket a nehéz fizikai munkákat. És hogy miért volt erről tilos beszélni? Ez majd az inkább az utolsó résznél fejteném ki jobban, de azért annyit hadd mondjak, hogy amikor ettől a nagyon nehéz rabszolga munkától megszabadultak 53. november 25-én, és ez most ugye november 25-e lesz a megszabadulásuknak a emléknapja, hát akkor átértek a magyar határra nagyon nagy nehézségek árán, és akkor az itteni ávosok azzal fogadták, hogy erről tilos beszélni, mert aki erről valamit is mond, akkor visszaviszik oda, ahol eltöltötte azt a 8,5 évet. És hát ettől kezdve bizonyos szájzát mindenki betartotta, féltek tőle, nagyon féltek tőle, érthető is. Tehát ez a cím, hogy Gulag, amiről tilos volt beszélni. De azért mi most már beszélgetünk róla, igen, hiszen hát képekkel is beszélgetünk róla. És a képek beszélnek, meg az alatta lévő dolgok is, mivel ugye 1989 után erről már szabad volt beszélni, meg is írták jó néhányan, hogy mi történt velük, és az első részben el is indítottam, hogy egy ilyen képsorozatot fogunk látni színes festmények bemutatásával. Hát ezt azt mondja, Nikolaj Gyetman hozta létre, az előző részben említettem. Egy pár képet azért hadd mondjak el, hogy mégis miről szól. A felső sorban az első kép azt mondja, hogy rabok szállítása. Hát kérem szépen, a második is szállításról szól, de az elsőről annyit, hogy 5 vannak egy sorba, és 10 sor az 50. Ez egy munkacsapat volt, akiket ki kellett szállítani, sőt pontosabban őnekik kellett kimenni a munkahelyre a lágerből. Ez néhány kilométer volt, de volt benne 4-5 kilométer is, és ahhoz, hogy ez elinduljon, először is leültették őket, megszámolták, és akkor elébe állt előre egy munkavezető börtönőr, a végénre egy másik, és két oldalt pedig másik kettő jobbról balról kutyákkal. Tehát egy ilyen konkrét őrséggel. Ez egy őrséggel hajtották ki, nem sétamenet volt, hajtották ki őket a munkahelyre, és először is így kellett. Ha onnan valaki fölállt, mert hát valamire mégiscsak szüksége volt, majd mindjárt elmondom, hogy mi, a kutya már is elkapta. A Dezső bácsi itt lakott Fehérváron az Öreghegyen, őneki egyszer hirtelen menet közben vécézni kellett. Kiugrott a sorból, és a kutya már is elkapta a nyakát. Meglátszott még a helye is. Tehát így indultak neki, így hajtották ki a munkahelyre. A második kép már kicsit könnyebb volt, hogy teherautóval vitték, mert messze volt nagyon a munkahely, és mire odaértek, addigra elfáradtak volna, és inkább szállították ilyen teherautókon az erdőn keresztül, azon az erdőn, ahol már ők úgymond egy csapást vágtak ki fából. És ez volt a kétféle szállítási, vagy kihajtási módszer. A harmadik az azt hiszem Kolimáról szól. Igen, egy aranybányát láthatunk. Aranybánya. Hát a Kolima volt a legveszélyesebb hely láger szempontjából. Több ezer rab volt ott.
volt ott szénbánya, nikkelbánya, aranybánya, szóval Ázsiának azon a részén voltak, ahol nagy ásványkincsek voltak. És ott, kérem szépen, ez a kép azt mutatja, hogy aranybányában dolgoztak. Hát persze, lenne a bányában, ahhoz képest jó idő volt, ami kint a mínusz 40, mínusz 50 fokba, és láthatjuk, hogy szinte alig van rajtuk öltözet, és hát bizony ott, amikor vége volt a műszaknak, de 8 órás műszakok voltak, és ugye a 24 óra be volt háromszor, 8-24 óra. Tehát folyamatos műszakba folyamatos volt, úgyhogy addigra oda kellett érni a következő csoportnak. Melegváltás volt, hogy így mondjam. Nem kellett várni, hogy na, hol van már következő csoport, de hogy is. A munka az 8 óra volt, ugye előtte, meg utána a kitelepülés, meg a hazatérés időszaka. Tehát ők ott egy aranybányába dolg, minden kézi munkával történt, és hát ugye utána megmotozták őket. És figyelték őket lenne a bányában rabok, hogy kinyeli le esetleg az aranyat, mert ugye akkor ahhoz hozzáférhet. Na de hát mit kezdett volna szegény rab azzal a piciny kis aranyjal kezdeni? De megtörtént ilyen is, hogy ezeket figyelték. A felső sorban az utolsó kép, az kérem szépen öncsonkításról szól. Ugye ott felemeli az egyik rab, azt hiszem valami hát, vágószerszám, vagy mi lehet benne, vagy világít. Lényeg az, hogy csonkítani akarta magát. Na miért? Azért, mert nagyon fájdalmas volt a munka, és sokan bele is haltak. És úgy gondolták, hogy ők, ha megcsonkítják, akkor nem fognak tudni dolgozni. Mert először is büntették, ha megcsonkította saját magát. Ez, hogy úgy mondjam, földbe ásott vizes Magyarországon Doberdónak nevezték. Tehát ott volt 2 hétig legalább ebben a vizes gödörbe, és az egy büntető hely volt. Tehát először is ott volt, és addig nagyjából begyógyult a seb. De utána nem szabadult meg a munkától, hanem azokat, akik megcsonkították magukat, egy táborba gyűjtötték, az egyiknek a jobb keze hiányzott, a másiknak a bal keze, másik kettőnek ugyanígy, és akkor 4, akinek szabad volt a keze, azzal vitték ezt a sarogját, ez a kézi hord, nem tudom minek, ne sarogjának mondják magyarul, amint vitték a követ, vagy szállítottak valamit. Tehát nem menekült meg azzal, hogy öncsonkította magát, hanem továbbra is abba a lágerbe kellett neki dolgozni, illetve egy másik lágerbe, de ott meg csupa ilyen. De nem volt kímélet. Nem volt kímélet. Azzal nem menekült meg a lágertől, nem menekült meg egyáltalán a munkától, sőt, most az egy kézzel kellett csinálni, amelyikkel tudott valamit tenni. Nos, itt az alsó sorban van ez a kép, hát kérem szépen, ez egy... Még mindig Magadánban vagyunk, még egy Golgota. Egy Golgota, hát kérem szépen, a Golgota az vesztő. Hát most láthatjuk itt a kép alsó szélén koponyák. Rengeteg koponya. Nem mondanék el egy-két helyet, hogy hol hány ezer embert tömegsírba nyomtak, betakarták, ráépítkeztek, és amikor valami autópályát építettek, akkor találták. Ez egy olyan Golgota, ahol több ezer koponyát találtak meg későbbi időkben. És hát ugye azok, akik nem bírták ezt a életet, idézőjelben tegyem, ezt a rabmunkát, azok főleg az idősebbek, meg a gyengébb fizikumúak nem tudták elviselni, és meghaltak. Hát kérem szépen, nem mondok sok, még egy olyat, hogy mi ennek a címe? Vasútépítés. Vasútépítés. Nos, ez egy olyan, amit most itt férfiak végeznek. De volt, hát ennyi másik része, hogy a Málenki robot, ahol a nőket vitték munkára, és ott a nőkkel építettek vasutat, de úgy, hogy 6-8-an egy sínt kellett odébb vinni. Na most ez a része, az a vasútépítés, amit a tajgába végeztettek velük, ugyanis arról volt, hogy csinálták ezt a nem tudom milyen szibériai vasútvonalat. És az volt az első lépés ennek, hogy a tajgába, tehát az erdőbe egy utat csináljanak, aminek majd a nyomulába jön a következő brigád, hogy így mondjam, és építik a vasutat. Na most ez fakitermeléssel kezdődött,
ott láthatjuk először is, hogy fakitermeléssel kezdődött, és hát hogyan tudtak ott lágerba lakni? Hát sehogy. Hogyan kaptak élelmet? Időnként jött egy repülőgép, és az ledobott valami összebálázott akármit, amiben volt valami élelem, hát bizonyos időszakra. Vízre nem volt szükség, mert a hó, kérem szépen, megmelegítették, annyit csiholtak, tudtak annyit csiholni tüzet, hogy megmelegítették, és volt. Na most ezzel ment előre a vasútvonal, így építették ki. Úgyhogy az a, nem tudom milyen szibériai vasútvonal, ilyenek munkájával jött létre. Na most ez a képsor, majd a többit is fogjuk látni, de most az utolsót idehoztam. Magadánba egy óriási emlékmű. Ez olyan 20 méter körül, most nem emlékszem a pontos méretét, lehet, hogy alatta meg vagyon írva. Úgyhogy aki majd közelről fogja ezt látni, akkor kicsit többet fog, de én most nem részletezem ezeket. Tehát ott egy nagyon nagy emlékművet állítottak. És volt egy olyan bajtárs, aki magyar volt, és aztán kimenekült 56-ba Amerikába, és ugye ott fel tudta tornászni magát arra, hogy turistaút kapcsán eljutott Magadánba, és megnézte. Hát azt mondja, én is azon a vidéken raboskodtam, és most ott van egy óriási emlékmű. A képsorokból ennyit mondanék el. Van itt viszont két könyv a tabló közepén. A jobb oldalit mutatnám először Bordi Imre. Én úgy tudom, hogy ő móri származású volt. Ha pontosabban meg akarjuk nézni, akkor a könyvet majd lehet kölcsönözni. És a megyei levéltár, nem tudom én milyen sorozatában jelent meg ez a könyv. Lehetséges, hogy még a megyei levéltárban Szent István téren van, Székesfehérváron, ott még van ebből példány. Nekem mindenféleképpen van ez. Nagyon régen olvastam már, és nem tudnám most végig elmondani, hogy ez a Gulág rabja voltam. A Gulág rabja voltam, ez a címe, hogy hát a Gulág rabja voltam, leírja azt, ami ő környezetében volt. Több lágerba, hogy úgy mondjam, vett részt, és mindenkit elvittek több más helyre, mégpedig azért, hogy nehogy összeszokjonak a rabok, és egyfajta zendülés vagy sztrájk volt is, alakuljon ki. Meg olyan is volt, hogy valahova nagyon erős fizikú embereket kellett begyűjteni, és akkor jött egy orvoscsoport, meg annak a lágernek a parancsnoka, és akkor levetköztették mezitlenre, és akkor megnézték, hogy a farán van-e még egy kis hús. Mert akkor még az munkaképes volt, hogyha csont és bőr volt, akkor azt mondták, hogy ezt nem viszem el, maradjon itt nektek. Na most, hát ilyet meg hasonló dolgokat ír le ő is, meg sok mindenki más is. Valószínű több láger eseményeit örökítette meg ebben a könyvében. Aztán majd lesznek más könyvek is a következő tablókon, amit be fogok mutatni. Na most itt van egy érdekes, és ezt most mondjam, hogy utoljára hagytam egy kicsit. Mong Attila, János Vitéz a Gulágon. Na most ez a Mong Attila név, amikor én csináltam először egy bibliográfiát, az összes könyveket én begyűjtöttem, és rájöttem, hogy Mong Attila, mondom, hogy csodából ismerem én ezt a nevet. És akkor rájöttem, lehet, hogy ön is találkozott ezzel a névvel, Viktória, ő egy médiaszakember volt, és egy alkalommal, nem tudom milyen kapcsán, eljutott ide Lovasberénybe, ez ugye Székesfehérvártól itt van 10-valahány kilométerre, és ott össze barátkozott, beszélgetett emberek, és voltak ott olyan idősebb emberek, és elkezdenek neki mondani, miután látták, hogy ez egy olyan életképes média szakember, hogy hát ez lehet, hogy ebből valamit tud csiholni, hogy így mondjam, elnézést a kifejezését. És akkor a Mong Attila begyűjtötte ezeket az embereket, illetve máskor találkozott vele, és akkor mondják már rá, hogy mi az, amit szeretnének nekem elmondani. És akkor legalább 80-10, a könyvből kiderül, élő nevek, hát most már nem biztos, hogy élnek, akik ebben a könyvben szerepelnek. Na de hát miről volt szó? Mert azt mondja, hogy János Vitéz a Gulágon, hát egy furcsa kifejezés, hát miköze János Vitéznek a Gulághoz, és miköze Lovasberényhez. Az történt ugyanis, hogy ugye
A második világháború befejezése előtt már ugye szedték össze az embereket, akik nem voltak katonák, azokat is, és bíróság elé állították, és vitték a gulágra. Na most ez 1946-ban történt egy esemény Lovasberényben, amikor is az ottani református egyházi község egy színi előadást hozott létre, aminek az volt a címe, hogy János Vitéz. És ott a református gyülekezetnek egy nagy termébe egy színi előadást hoztak létre, ezzel a címmel, amit említettem. Tényleg ez egy nagyon szép, hogy mondjam, művészi értékű címnek megfelelő előadás, amit ők ott amatőrök adtak elő. Jelmez is volt, fakard is volt, mindenféle díszes ruha, énekeltek, táncoltak, és hát ezzel kezdődött az előadás ott a faluba. Tömve volt ez a helyiség, még kívül is nézték, hogy csodálatos, ismerték bizonyára a szereplőket is, hogy az alkalmas arra, hogy előadjon bizonyos jeleneteket, táncoljon, stb. Verset mondjon, és így tovább. Tehát elindult ez a színpadi játék, amatőr módon, és ezt megtudták a falu szélén lévő, most is talán még megvan az a katonai objektum, ahol az orosz katonák laktanyája volt, és abból a laktanyából jöttek be erre az előadásra, mert valahogy vagy cirkáltak a városba. Hírét vették, és akkor bementek. Hú, de érdekes. Na, hát akkor ők beültek az első sorba, kirángatták onnan az embereket, a nőkkel ott elkezdtek észélni, akaratoskodni, és csinálták a balhét. Hát aztán már akkor elkezdődött ez a játék, és hát egy kicsit féltek, hogy most mi fog itt történni, és egy kicsit alább hagytak. Szinte meg is álltak a játékkal addig, amíg próbálták belátásra bírni ott az orosz katonákat, hogy hát azért ez mégiscsak nem ide való jelenet, hogy ide bejönnek akárkik, még ha közünk való, és kiszórják a jó népet az első sorból, és bepöfeszkednek a katonák. Aztán ebből csetepaté lett. Úgyhogy akkor a fakard előkerült, ami kéznél volt, aztán nekiálltak, kiverték onnan az oroszokat, aztán azok se hagyták annyiba, ami volt náluk derékszív, vagy hát fegyver nem volt náluk, ők is, tehát csatározás volt. És ez az est teljesen tönkrement, nem kell mondani tovább, és a hajnalig tartó vérengzés volt a faluba. Azok a szereplők, meg azok az emberek, akik ott jó erősek voltak, és helyben hagyták az oroszokat, hogy hányan voltak, ezt most nem részletezem, de akik ott magyar részről 80-10 voltak, azok szépen helyben hagyták, és visszamenekültek. Ez idáig az est hajnalig. De aztán jött a másnap, amikor teherautóval jöttek az oroszok, és összeszedték a faluba azokat, akik véresek voltak, mert ugye véresek lehettek, ugye a csatározás közepette, és ott volt a helyi rendőrparancsnok, vagy nem tudom én, minek nevezték, ő is beszállt ebbe, hogy rendet próbáljon csinálni, és nem sikerült neki se rendet csinálni, és akkor összeszedtek vagy 8-10 embert. És akkor elindult a hadbíróság, és ugyanúgy elítélték őket gulágmunkára, és elvitték őket. Az 6 embert vittek el, ha jól emlékszem, és ebből 2 tért vissza. A többi ott maradt valamilyen úton, módon, és hát ezek eljöttek haza, még aztán később is, úgy tudom, még 2 is valahogy visszajött, de már nem a faluba, hanem végül is kitudódott ez a dolog, és gyakorlatilag ez az esemény sor, amit most elmondtam erről a János Vitézből, ezt írta meg Mong Attila. Na most, hát ez egy annyira jól megírt történelmi esemény volt, hogy ebből színdarab is lett. Budapesten mutatták be ugyanezzel a címmel, kicsit másmilyen formában, és hát erről én tudomást szereztem, kerestem a nyomát, és az Attilával is sikerült összejönni, és akkor mondom neki, hogy nekem az a tervem, engedje meg, hogy ezt Székesfehérváron, vagy
Lovas berénybe mutassuk be. Szóval kérem, le van tiltva. Nem lehet bemutatni. Én nem engedem. Hát ez már 8, hát nincs még 10 éve, de több éve volt. És akkor beszéltem itt a Székesfehérvári Vörös Martin Színház igazgatójával, mondom neki, hogy miről van szó, gyorsan megnézte az interneten, és inkább sajnálattal kell tudomásul venni, hogy le van tiltva az előadás. Nem tudom megcsinálni, pedig szerettem volna. János Vitéz a Gulágon. Ez egy a környezetünkben élő, megtörtént esemény, amit, hogy úgy mondjam, ha valaki elolvassa, vagy elbeszélésem alapján, ez egy igaz történet. És ez is egy utórengése annak, ami a Gulággal kezdődött, és aztán ugye megírásra, bemutatásra is került. Hát még ebben a könyvben föl vannak sorolva azok, akik megszólaltak. Úgy gondoltam, hogy elmegyek és megkeresem. Nem tudom, hogy miért, de nem kezdtem el. Nem akartam talán a sebeket föltépni. Nem biztos, hogy jó lett. Lehet, hogy jól vették volna, hogyha úgy indulok neki, hogy kérem szépen, az olyan esemény, amik önök feltártak, és ez nem titok, ez egy megtörtént esemény. Mégis úgy döntöttem, hogy nem bántom a sebeket. Ez idáig így történt. Nos, hát ebben a második részben én úgy gondolom, hogy többet nem is mondanék el, mert a képek magukért beszélnek, és hogy ezt a képsort, vagy az előadás, első előadás, mert ugye ez a második, meg lehessen jobban közelíteni, hozzá lehessen férni, én megkerestem egy olyan lehetőséget, amihez most a fehérvári beszélgetések után meg lehet tekinteni. A Vörös Márti Mihály megyei könyvtárt megkerestem, és a székesfehérvári szénatéri könyvtárba ezek a tablók megtalálhatók. Megtalálhatók lesznek, konkrétan el lehet olvasni ezeket, amiket most én nem mondtam el, bele lehet jobban mélyedni azoknak a tartalmába, amit ez a képsorozat hoz. A könyveket is én elvittem oda, mert ugye... Tehát akkor elérhetőek lesznek ezek a könyvek. A könyv is ott van a könyvtárban, elérhetők a könyvek. Ott helyben megtekinthető, ott beleolvasható. Bizonyára, hát az én hozzájárulásommal, de megengedem, hogy kölcsönözhetők, persze visszakérjük, mert nem sok könyv van belőle, ugyanis ezek többnyire magánkiadások. Hát a Bordi Imre kiadása ugyan a megyei levéltár kiadása, de a többiek, amit majd fogunk később látni, ezek magánkiadások. Nem lehet megtalálni máshol. Én eljutottam ahhoz, aki írta, vagy annak kapcsán valaki más útján ahhoz, hogy ezeket a könyveket ott begyűjtsem. Tehát egyfajta ilyen utóélete is lehet ennek a dokumentum kiállításnak, amit szívesen tudnék ajánlani mindenki számára, hogy megismerje a múltat. Mert ugye arról beszélünk, hogy hát a múlt, a jövő jelen, meg a jövő. Hát hogyan kapcsolódik ez? A múltat meg kell ismerni. Historia est magistré, vitae. A történelem az élet tanító mestere. Ezt néhányszor el szoktam mondani. A történelemben tanuljuk meg azt, hogy mit tegyünk ma. Hogyan értékeljük azt, ami volt a múltban, azt hogyan hasznosítsam, és tegyem meg azt, ami a mai feladatom. Főleg a vezető emberekre vonatkozik ez. És hogy ennek kapcsán a mai tevékenységgel határozzam meg a jövőt. Tehát múlt, jelen és jövő. Ezért van ennek értelme. És ugye én arra törekedtem, hogy látványos legyen, mert ugye a mai ifjúság elsősorban már nem a könyvek olvasásában mélyül el, hanem ugye amit lehet nyomogatni, hát ez az elsősorban az okostelefon. De ott van a számítógép. És onnan is nagyon sok mindent. Nehezen veszi elő a könyvet. De ha most meglát egy-két könyvet, amit most én elmondtam, ez egy nagyon olvasmányos könyv, a többi is van, ilyen mondjam, nincsen, mert mindegyik más és más, azokat szépen meg fogja tudni találni. Na hát ezzel, hogy mondjam, zárnám be ezt a második részt, és akkor majd a következő 7-8 sorozatban ezt még tovább fogjuk fejtegetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
szívesen állok rendelkezésre, akár nem csak ezen kívül, hanem máskor is mindig. Köszönöm szépen, nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy tartsanak velünk. Egy hét múlva folytatjuk a sorozat harmadik adásával. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!